A közös agrárpolitika az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszerének a neve, amely a felzárkóztatási támogatásokhoz hasonlítható. A rendszer a termelőknek egy minimális felvásárlási árat garantál, és közvetlen kifizetéseket az ültetett növények után. A KAP keretében 2014-től 2020-ig 408 milliárd euró áll rendelkezésre, Magyarország ebből 12,3 milliárd euróval részesül, ami 1,9 milliárd euró emelkedés jelent az előző 7 éves ciklushoz képest. A támogatási rendszerünk az 2020 végéig az gyakorlatilag stabil, és 2015 óta működik ez az új támogatási rendszer, amiben a zöldítés a legújabb elem, illetve a termeléshez kötött támogatások rendszere. Kisebb változtatásokat tagállami szinten végre lehetett hajtani, ezek a jogszabályok megjelentek már. Ez a zöldítést, illetve a termeléshez kötött támogatások rendszerét érinti. Igazából itt olyan változtatásokról van szó, amelyek termelői igények vagy szakmai igények voltak, és az uniós jogszabályokkal szinkronban vannak. Ezeket vezettük át, ezek egyrészt jogszabályban megtekintetők, a zöldítéssel kapcsolatos módosítások, értelmezések, amelyek, hangsúlyozom, könnyítik a rendszer alkalmazhatóságát. Az államtitkár hozzátette, a közös agrárpolitikára hatással lesz az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból és a migráció hatásainak finanszírozása, mivel annak költségeit nem csak az egyes tagállamok, hanem a közös büdzsé is állja. A kötelezettségvállalásokat tekintve a KAP költségvetés 2020-ban a 2013-as évhez képest körülbelül 15%-kal fog csökkenni. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, itt ezzel kapcsolatban még csak találgatások vannak igazából, majd jövőre fogunk tisztán látni, jövőre látjuk majd, hogy mekkora lesz a büdzsé, és azon belül a közös agrárpolitika büdzséje mennyi lesz. Nekem meggyőződésem, hogy a közös agrárpolitikát folytatni kell, ez Magyarországnak is érdeke, hiszen mi jelentős támogatási összeget kapunk. Az össztámogatottsági arányunk az unió közös agrárpolitikai rendszerén belül közvetlen agrár, illetve vidékfejlesztési támogatások tekintetében 3,2%-ot jelent. Ez nagyobb, mint a magyar mezőgazdaság súlya az Európai Unió mezőgazdaságán belül. Célunk az, hogy ezt az arányszámot majd az új rendszerben is meg tudjuk tartani. A közös agrárpolitika modernizálásáról és egyszerűsítéséről az Európai Bizottság nyilvános konzultációt tartott, amely során a tagállamok állampolgárai mondhatták el véleményüket. A konzultáció eredményéről a bizottság a nyár közepén ad tájékoztatást, míg a KAP jövőjével kapcsolatos elképzelésekről hivatalos kommunikáció az ősz folyamán várható.